Az, hogy egy ilyen díjban részesülök, ez nagyon ambivalens érzéseket vált ki bennem. Először is, hogy nem jelenti ez az, hogy arhaizálva lettem. Hogy ez most már azt jelenti, hogy akkor akár így is maradhatok, ahogy vagyok, hiszen eddig, amit csináltam, ez elismerést nyert, és mit lehet ezután még hozzátenni? Aztán, ha ezen túl teszem magam, akkor azt mondom, hogy hát van még feladatom elég, és ezeket szeretném megvalósítani. A második természetesen a felhőtlen öröm, hiszen, hogy is mondjam, hogy ne legyek túlságosan fennkölt, azért valamit csak létrehoztam, ami a hazámnak fontos volt. Az építész feladata egy város, tehát egy lakó épített környezet dolgában az, hogy tökéletesen megismerje annak az épített környezetnek az élettanát, a működését. Hogy mint egy operáló orvos, akinek az emberi test feltérképezése a stúdiumjának az alapja, ahhoz, hogy hozzá merjen nyúlni az operációhoz, tökéletesen kell ismerni az ember szervezetét és az élettanát. És ugyanez az építész feladata is. Egy város egy élő szövet, tehát ha abba mi belenyúlunk, akkor ismernünk kell a működését, ismernünk kell a kultúráját, ismernünk kell azokat az embereket, akik ezt a várost létrehozták, és akik ma lakják. Egy történeti városnál ez hatványozottan jelentkezik, hiszen egy történeti városban mindazok a kulturális hagyatékok együtt találhatók, amiket az ember vagy a lakók évszázadok alatt ott fölhalmoztak. És ezért ezt rendkívül intelligensen folytatni kell. Persze ennek az alapnak mindig a kontinuitásnak kell lenni, a folyamatosságnak. Ezt vallom, ezt próbáltam az én építészetemmel kifejezésre juttatni. Rendkívül fontosnak tartom, hogy azt az örökséget, amit mi az elődeinktől kaptuk, azt továbbfejlesztve tovább tudjuk adni a unokáinknak. A mai napból én azt hiszem a legnagyobb öröm az lesz, hogy ezt az ünnepet a családommal, az unokáimmal együtt ünnepelhetem itt ebben a gyönyörű palotában.